Mit mond a kormány, és mi az igazság? És elmondhatom önöknek, önök biztosak lehetnek abban, hogy amíg a Fidesz kormányon lesz, és abban az én munkám is ott lesz, addig Magyarországon külföldiek akármit döntenek Brüsszelben. Itt soha termőföldet nem fognak vásárolni. Meghatározott KFT volt kiírva, ahol a holland a tulajdonos és az ügyvezető, van magyar ügyvezetője is, és érdekes módon két ügyvezető nyomta fel az egekbe az árakat. Tehát két-háromszoros áron vitték el. Azért emelte fel az árat a holland érdekeltség, hogy a környékbeli gazdák ne tudjanak élni az elővásárlási jogukkal. Jansen évtizedek óta üzletel Magyarországon. Első magyar cégét 1992-ben az utolsó kommunista kormány mezőgazdasági miniszterével együtt alapította. Milliárdos sertéstelep gigaberuházása a helyiek ellenálláson elbukott, annak ellenére, hogy a szocialista kormányok hátszelét élvezte. Jelenleg a cége a Hunland Trade Szijjártó Péter futsal csapatának az egyik főszponzora.